mindenkit a 2014-es Hernádi anyateljes napunkon, anyateljes ünnepségünkön. Igen nagy szeretettel köszöntöm a ma ünnepelt anyukákat, kisgyerekeket, hiszen miattuk, miattatok jöttünk, gyűltünk ma össze. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm polgármester asszonyunkat, gyermekorvosunkat és kolléganőmet. És akkor én meg is kérném polgármester asszonyt, Zsírosné Pallaga Máriát, hogy nyissa meg a mai rendezvényünket. Köszönöm, Gabi. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mit mondhatnék én a szoptatással kapcsolatban nektek, de aztán amikor bejöttem ide, és itt elkezdett egyre több gyerek lenni körülöttem, akkor egyből otthon éreztem magam, mert hosszú-hosszú ideig itt a művelődési házban dolgoztam, ezt ugye mindenki tudja, és Gabi pedig itt tartottam most a több mint 20 éve a kismama klubokat, igaz? Ahova mindig érdemes volt bemenni, vártuk a szerdákat, mert mindig be lehetett menni, és meg lehetett gyömöszölni egy-két megfelelő alanyt, és mindig volt olyan gyerek, aki szívesen vette a mi dögönyözésünket. Arra gondoltam, hogy sokféle hit és tévhit van a szoptatással kapcsolatban, de nyilvánvalóan erről a doktor úr majd beszélni fog. Én azonban, amikor végig gondoltam a dolgot, arra a következtetésre jutottam, hogy ez a szoptatás is olyan, mint minden más természetes cselekvés, hogy igazából arra kell törekedni, hogy semmit ne vigyünk túlzásba. Tehát ne próbáljunk nem szoptatni, és ne próbáljunk mondjuk a gyerek 5 éves koráig szoptatni, hanem amit a természet megkíván, és ami teljesen természetes, ezt kellene nekünk igazából követni. Tehát ez az arany középút, amelyet egyébként mindig célszerű járni, biztosan ebben a tevékenységben is hasznos lehet. Természetesen én is átéltem azokat az élményeket, pontosan a pici babák táplálásával kapcsolatban, amit az itt jelenlévő anyukák is, hiszen nekem is 2 gyermekem van. Amikor ők születtek, akkor már természetesen sokat hangsúlyozták azt, hogy a szoptatás, az anyateljes táplálás milyen nagyon fontos a gyerekek életében. Nekünk talán kevesebbet kellett mondani, mert mi a szüleinktől, anyáinktól azt örököltük, hogy a gyerekeket szoptatni kell, és mindenki az én korosztályomból igazából még így állt hozzá a dologhoz. Mi még nem féltettük az alakunkat, nem féltettük a mellünket, meg egyebeket, hanem egészen egyszerűen azzal törődtünk, hogy beteljesítsük azt a hivatást, ami a nő életében az egyik legfontosabb, vagyis hogy gyermeket hozunk világra, és utána azt megfelelően tápláljuk. A szoptatás tehát akkor nálunk igazából még egy természetesebb dolognak tűnt. Manapság azonban tudom, hogy vannak olyan személyek, akik sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy a kinézetük, a formájuk olyan legyen, mint lánykorukban. Egészen megdöbbentő dolgot olvastam például arról, hogy a 20 és 25 év közötti nők hány százaléka rendelkezik például mellimplantátummal, ami egészen döbbenetes szám volt. Nem tudom, hogy ez mennyiben játszik közre a szoptatásban, biztosan a szakember erről is tud majd felvilágosítást nyújtani, de gyanítom azt, hogy ez például nem egy szerencsés dolog a gyermekek táplálása szempontjából. Amit pedig én tapasztaltam a saját gyerekeimnél, az volt, hogy igazából természetesen törekedni kell arra, hogy minél tovább tudjuk anyatejjel táplálni a gyermekünket, de nekem két különböző csemetém született. Az egyik 5,5 hónapos korában úgy döntött, hogy ő több anyatejet nem kíván, és egyáltalán nem tudtuk rábírni arra, hogy szopjon. A másik viszont már 8 foggal rendelkezett 10 hónapos korában, és még mindig rettenetes módon szeretett volna szopni, de ez már annyira nem volt számomra élvezetes, tehát ő egy egészen másfajta csemete volt.
Nagyon örülök annak, hogy van ez a, hogy világnapja is van már ennek az anyateljes táplálásnak, és ráadásul ez is legalább 20 éve már. És nagyon örülök annak, hogy itt nálunk a védőnői szolgálat is, és a gyerekorvos is arra törekszik, hogy a szülők a lehető legtöbbet megtudják erről a táplálási módról, eloszlassák azokat a tévhiteket, amelyek esetleg még élnek az emberekben, és örülök annak, hogy ez a mai rendezvény is létrejött már természetesen sokadjára, hiszen fontos az, hogy megköszönjük a szoptató anyukáknak azt, hogy vállalják ezt a táplálási módot, és a legfontosabbnak tekintik a gyermekeik egészségét, és ezen a napon köszönetet mondjunk nekik azért, hogy ezt minden körülmények között vállalják. Úgyhogy én megnyitom ezt a mai rendezvényt, és azt kívánom, hogy sok-sok mindent tudjatok még meg arról, ami a szoptatással kapcsolatos és fontos, esetleg olyan dolgokat, amit eddig még nem hallottatok, és utána azt fordítsátok a gyermekeitek javára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a megnyitást, a megnyitót. Szívemből szólt a polgármester asszony, és most fogadjatok egy kis csokrot a nyáron is verset tanuló kedves diákoktól, akik ezt vállalták, hogy megtanulnak egy-egy verset, és ezzel is köszöntenek benneteket. Úgyhogy először hallgassuk meg Csonka Klaudiát. Molnár Csaba István. Édesanyámnak, életem gyökere, anyamék egy helyed, véred és védelmed óvott meg engemet. S én fényben születtem, segítő kezekkel a karodba tetettem. Mosolyjal a szememben, gyermeknek nevezve életeddé lettem. Slonszki Bence következik. Rozsnyói Ferenc, egy hálátlan gyermek vallomása. Én nem tudom, most mit kellene tennem? A gyermek, ki édesanyját őszintén szereti, nem kétkedik, nem filozofál, csak megteszi, odafut hozzá, nyakába ugrik, öleli, virágot hoz, rózsákat, szegfűt, gerberát, apró csókok mellé kis ajándékok hadát köszönetként, mit édesanyja értetett. Elgondolkodom, s arcomra kiül fájón a döbbenet, én gyermekként sem tettem soha ilyet veled, vagy emlékeim megcsalnának. Lehet, és mégis mindig rajongásig szerettelek. Én nem tudom, most mit kellene tennem? Többet érdemelsz. Miért vagyok kegyetlen? Miért szerettél annyira forrón engem? Miért óvtál esőtől, széltől? Miért nem eresztetted el a kezem? Miért nem hagytad, hogy felnőtt legyek? És mégis oly szerencsés vagyok, mert még nem késő, hogy boldoggá tegyelek. Én nem tudom. Most mit kellene tennem? Ha őszinte lennék, most csak sírnék, de arcodra könyvceruzával mosolyt írnék, ölelnélek, csókolnálak, érinteném kezed, a szó itt már nem elég. Ott kell lennem, veled. Kérlek, bocsáss meg kimondatlan szavaimért, te oly erős vagy mindig, sose tudtam miért, s most előtted állok, mezítelen lelkemmel, egy gyenge, hálátlan, haszontalan gyermek, szótlan kisfiú, aki még mindig a tiéd. Nagyon szépen köszönjük nektek, gyerekek, nagyon szép volt, és ezzel úgy gondolom, hogy még ünnepélyesebbé tettétek a mai rendezvényünket. Köszönjük az erőfeszítést, hogy nyáron is verset tanultatok. És akkor most felkérném dr. Kovács Ákost, hogy az anyatej hatásáról az első 1000 napra, illetve az egész életünkre című előadását tartsa meg.
No, tehát amikor az anyatej értékéről kell előadást tartani, vagy szóba kerül, akkor ugye az ember átgondolja, hogy miket is szoktak ilyenkor mondani, mi a hivatalos szöveg. Úgyhogy szerintem inkább odajöjjetek, Gabi. Én átmennék ezen a hivatalos anyagon egy kicsit gyorsabban, bár látom, hogy itt már gyakorlatilag mindenki olyan van, aki már ezen túl van, tehát ezt tapasztalatból tudja, és remélhetően szoktatott is. De azért nem árt ezt úgy még egyszer átgondolni, ha másért nem azért, hogy egy kicsit belsőleg megnyugtasson mindenkit, hogy jól csináltuk ezt a dolgot, és vettük az akadályt. Tehát az elején mondanék egy pár szót magáról az anyatej előnyeiről, hasznáról, amit ugyan már biztosan olvastatok, de azért nem árt ezt újra átgondolni. És aztán egy picit belemennék, hogy milyen hatásai vannak az anyatejnek a későbbi életkilátásokra, és egy kicsit távolabbi perspektívából is megpróbálnám ezt megvilágítani. Ugye az első és legfontosabb dolog, minden előadás ezzel kezdődik, hogy az anyatej összetételét tekintve, ugye egy ideális táplálék a kisbabák számára, magas biológiai értékű fehérjéket tartalmaz, ezek a fehérjék ugye nem testidegenek, tehát saját fajból származó fehérjék, nagyon könnyen emészthetőek, és a kisbaba számára szabad aminósavak is vannak benne, ami ugye a gyors növekedést okoz. Az anyatej zsírtartalma is úgy alakul, hogy az úgynevezett esszenciális zsírokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ezeket a saját szervezetünk nem tudja megtermelni, de szükségesek a fejlődéshez. És érdekes adat, hogy azok a babák, akik hosszabb ideig szoptak, később 4-5 ponttal magasabb IQ-val rendelkeznek, mint a tápszerrel táplált babák. Most a többi a szénhidrátok szempontjából, meg a nyomelemek szempontjából nem megyek bele a részletekbe. Tudjuk, hogy ezek is mind egészségesek. Tehát az anyatej egy rendkívül egészséges étel, ugye nem csak ital, hanem étel, mivel mindenféle tápanyagot tartalmaz, amire szüksége van a babának. De ugye nem csak étel, hanem nagyon fontos pszichológiai jelentősége is van. A korai édesanya kisbaba kapcsolat kialakításában alapvető, hogy ugye nem egy cumis üveggel találkozik, hanem a közvetlen testkontaktus. A korai pszichés kötődés az anya és a gyermek között mindenképpen jobb, hogyha a már korai, egészen a szülés kezdetétől anyatejjel táplálkozik a baba, egy biztonságérzetet nyújt az édesanyának is, és a kisbabának is, egy plusz kapcsolatfelvételi lehetőség kettőjük között, ugye, hogy kommunikálunk egy újszülöttel, hiába magyarázunk neki, azt még nem fogja megérteni, de a testi érintés, a kontaktus, az mindenképpen az ő számára a szeretet nyelvének a kommunikálását jelenti, és az édesanyja számára is egy pozitív megerősítés abban, hogy ő az anyai funkcióját ellátja, hogy így mondjam. További előnyei is vannak ezen kívül a szoptatásnak. Ugye az anyatej az mindig rendelkezésre áll, tehát úton, útfélen, tanácsadóban, otthon, bárhol lehet szoptatni. Nem kell elkészíteni az anyatejet, nem kell melegíteni, fagyasztani, mikrózni, bekeverni, nem kell elmenni érte a patikába. Tehát csupa ilyen előnye van, nincs szükség cumis üvegre, mindig tiszta. Úgymond steril, tehát ez azt jelenti, hogy kórokozó baktériumokat nem tartalmaz. Hogy mondjam, sebészetileg nem steril az anyatej, hiszen vannak benne ugye élő sejtek, mikróbák, stb. Probiotikumok, de a baba számára olyan szempontból igenis steril, hogy kórokozót, tehát betegséget terjesztő mikróbát nem tartalmaz, abszolút bio, egyszerű, egészséges és emellett olcsó, tehát ha az édesanyja egy picit jobban odafigyel, hogy ne csak zsíros kenyeret tegyen meg parizert, és arra egy picit többet költ, hogy egészségesen táplálkozzon, még mindig jobban jár, mint a tápszerek megvásárlásával. Ezt a képen látható tehén is leszövenően támogatja. Ugye, ha összehasonlítjuk a tehéntejjel, a női tejet, a tehéntej az egy ideális táplálék a kisbocik számára. Ugye, akik arra vannak beállítva, hogy folyamatos legeléssel és kérődzéssel táplálkoznak tulajdonképpen, tehát ebből a szempontból a tehéntej előnyösebb
mint az anyatej. De hát feltételezem, hogy nem erre szeretnénk programozni a gyerekeinket, hanem a magasabb szintű agyi funkciók, tehát nyelv, beszéd, kommunikáció, gondolkodás, eszközhasználat, tehát az emberi funkciók kialakításához az anyatej összetétele messze menően eltérő és ideális. Tehát a boci tej a kis bocinak való, a női tej meg a kisbabának. Hát gondoljatok bele, hogy a kis boci gyakorlatilag megszületik és lábra áll, és elkezd copizni. Na most, amíg egy emberi újszülött lábra áll, hát jó esetben is 10 hónap, 1 év. Tehát óriási különbségek vannak abban, hogy mennyire képes saját magát ellátni, mennyire gyorsan és hogyan fejlődik. Így tehát az ő számára ideális összetételű tej is egészen más. Az édesanyja számára is rendkívül hasznos az anyatej, ugye ezt mind tudjuk már, hogy segíti a méhösszeugrodást a szülést követően, csökkenti a méhvérzést, kialakul ez a bensőséges, biztonságos anya-gyermek kapcsolat, és a későbbiekben is kevesebb a szoptató anyák között a szülést követő depresszió, jobban elérhető a terhesség során felszedett plusz kilóknak az esetleges leadása, fogamzásgátló hatása is van az anyatejnek, és kimutatott az, hogy bizonyos anyai, illetve női betegségek ellen kifejezetten védő hatású. Tehát szoptató anyáknál később ritkábban alakul ki mellrák, petefészekrák, oszteoporózis és még néhány egyéb betegség, tehát egyértelműen késői hatása is vannak ennek. Na most a gyermek szempontjából nem csak, hogy optimális összetételű tápanyag, de bizonyított orvosi kutatások alapján egyértelműen, hogy csökkenti bizonyos betegségek kialakulásának a veszélyét, tehát védő hatású is. A hasmenéses, bélfertőzéses betegségek, a fülgyulladás, az agyhártyagyulladás, lényegében mindenféle fertőző betegség ellen védő hatású, de a későbbiekben is, gyermekekben, illetve még felnőttekben is ritkábban alakul ki ekcéma, asztma, cukorbetegség, elhízás, a mentális fejlődés elmaradása, lisztérzékenység és a gyulladásos bélbetegségek. Ugye ez mindazok az úgynevezett civilizációs betegségek, amik hát népbetegségnek számítanak, ezek ellen bizonyos védő hatással van az anyatej. És itt már felmerül az, hogy hát mi lehet ennek az oka, hogy én fél éves korban szoptatom a gyerekemet, és 6 éves korában kevesebb esélye van arra, hogy kövér vagy cukorbeteg legyen, vagy ez hogy lehetséges. De a gyerek, junior gyerekutalokban nem megyek bele, csak annyiban, hogy ezek rendkívül körültekintéssel összeállított italok, ezek ugye már nem fedezik a teljes tápértéket, de egy éves kor után összehasonlítva a tehéntejjel, ezek kedvezőbb hatásúak. Összetételükben pontosan annyi vitamin, egyéb anyagok, cukrok, zsírok vannak benne, ami az 1-2 éves közötti vagy 1-3 éves közötti babák fejlődését elősegíti. Tehát most a legutolsó ajánlásokat veszik elő, akkor mindenképpen a tehéntejjel szemben, ha már nincs anyatej, mindenképpen ezeket a tejalapú, de összetételükben módosított gyerekitalokat követő tápszereket javasoljuk használni. Itt van egy viszonylag friss ajánlás. Ugye ezek szerint kizárólagos anyateljes táplálást javasolunk lehetőleg 6 hónapig, közvetlenül ugye a megszületés után. Igény szerint történjen ez a szoptatás, most hogy ez mit jelent, nem megyek bele, majd a védőnő elmondja, de hát nagyjából ti már szerintem tudjátok. Folyadéktáplálásra, tehát teázásra, itatgatásra nincsen szükség anyatej mellett. És a melléptáplálás mellett, tehát amit 6 hónapos kor körül kezdünk el javasolni, ha van még anyatej, a szoptatás javasolt egészen 2 éves korig, anyatej hiánya esetén azonban hát tápszert javasolunk a tehéntej helyett. És akkor itt érnék rá erre a bizonyos első 1000 nap programra. Az első 1000 nap az körülbelül azt jelenti, hogy a fogantatástól számítva a 2 éves kor betölteig, azt nagyjából összeadjátok az 1000 nap. És most van egy ilyen ENSZ keretprogram,
ami propagálja ennek az első 1000 napnak a táplálásának a jelentőségét a későbbiek szempontjából. Ezt a programot Hillary Clinton indította el, és több ország és kormány szinten beszálltak ebbe a programnak a támogatásába, így Magyarországon is ez egy fontos program lesz, úgy tűnik a jövőben. Több nagy vállalat csatlakozott hozzá, a Nike-tól kezdve, a Mercedes-en keresztül, olyan vállalatok, amik fontosnak tartják azt, hogy ilyen programokat is támogassanak, és hát Magyarországon is. Többek között jelentem, hogy a Házi Gyermekorvosok Egyesülete is aláírta ezt a támogató nyilatkozatot, úgyhogy minden erőnkkel ezen vagyunk. Na most, hogy lehet ez, hogy az első 1000 nap táplálkozása az későbbiekre is hatással van? Ugye azt gondolnánk, hogy az első 1000 napban eldől, hogy mennyire leszünk egészségesek, erről szól itt egy cikk, ezt mutatnám, azért az túlzás, hogy eldől, de minden esetre sokat tehetünk azért, hogy egészségesebb gyerekeket, egészségesebben növekedjenek a gyerekeink. Ugye tény az, hogy évente több mint 1 millió életet lehet megmenteni, hogyha ezt a keretprogramot folytatják. Most itt ugye az afrikai éhezőkre is gondolunk. Ez abban a nyilatkozatból származik ez a dia, ami ennek a programnak a meghirdetésén hangzott el. Ugye csökkenti az olyan betegségek, mint a TBC, malária, AIDS, stb. Világszintű elterjedését, csökkenti a cukorbetegség és a krónikus betegségek kialakulásának problémáját, és mindenképpen hasznos. Az a cél, hogy a várandós anyák, a csecsemők és a kisgyermekek a születésüktől kezdve a szükségletüknek megfelelő vitaminokhoz és ásványi anyagokhoz jussanak, és a helyes táplálkozásukat elősegítsük. Na most, hogy hogyan lehetséges ez? Ez az úgynevezett epigenetikai hatások alapján lehetséges, ami azt jelenti, és ez most egy nagyon fontos, hogy a környezetünk befolyásolni képes a génjeinknek a bekapcsolását és kikapcsolását. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a környezet hatással lehet több generáción át az öröklődésünkre. És itt elsősorban a gyerekkori elhízást venném példának, egy picit fussuk át, hogy miért fontos ez. Ugye a gyerekkori elhízás és a társuló betegségek kimutatottan körülbelül 15 évvel csökkentik az ember várható élettartalmát, nőknél 68-ról 53-ra, illetve a férfiaknál nőknél 76-ról 61 évre. Nagyon fontos, hogy a 6 hónaposan elhízott csecsemők később 15%-ban kövérek lesznek, a maradandó elhízás 4-11 éves korban kezdődik, és a 7 évesen elhízottak 41%-ban, a serpülőkorban elhízottak 63%-ban később kövérek lesznek. Tehát ha valahol, akkor a gyerekkorban tudjuk ezt a dolgot megfogni. Az is tény, hogy 5-6 éves korban 4,5% mesterségesen a szoptatott gyerekek között, a mestersége, illetve általában a lakosságban 4,5% az elhízás aránya, míg szoptatott gyerekek között csak 2,8%, tehát majdnem a felére csökkenthető ez. A szoptatás hosszával, hónapokban számítva egyenes arányosságban áll az elhízás rizikója. Hogy mi ez az epigenetika, megígértem a Gabinak, hogy DNS-ről nem beszélek, de minden esetre ebben ugye az a lényeg, hogy nemrég előállították az embernek a teljes génkészletét számítógéppel, ez látható, hogy milyen nukleotidokat tartalmaz, tehát leírható pontosan, hogy a génünknek az összetétele az hogyan kódolja le majd a szervezetünknek a táplálékát és a fehérje tartalmát, és néhány nagyon érdekes tényre lettünk figyelmesek, amikor ez kiderült. Az első az, hogy rendkívül kevés génünk van. Tehát sokkal kevesebb, mint azt gondolnánk. Ez a táblázat azt mutatja, hogy a különböző fajoknak milyen a gén, mennyi génjük van. Ugye, és az embernek látható, hogy mindegy 22 ezer génje van. Ugye jóval bonyolultabbaknak tartjuk magunkat mondjuk a csirkénél, akinek 16 ezer génje van, egy muslincának 15 ezer, tehát majdnem annyi, mint nekünk. De a legfurcsább az, hogy mondjuk egy szőlőnek, aminél azért általában azért fejlettebbnek tartjuk magunkat, több mint 30 ezer génje van.
Tehát ez azt jelenti, hogy nem a fejlettségünk, nem a génjeink számával áll rokon összefüggésben. Genetikailag furcsa módon 90%-ban teljesen azonos a génállomány, mint a macskával, és 60%-ban az ecetmuslincával, és 50%-ban még a banánnal is. Tehát ez azt jelenti, hogy a géneken kívül valamiben még másnak kell, hogy legyünk, mint az állatok és a növények. És ez érdekes módon a géneket nem kódoló anyag a kromoszómában. Arra is rájöttünk, hogy nem csak, hogy kevés génünk van, de az összes génünknek, genetikai állományunknak csak mintegy 2%-a íródik át fehérjékre, és lesz belőle úgynevezett szervezet építő anyag a molekulája. Kérdés az, hogy mi a többi 98%-nak mi a funkciója, az csak véletlenül van-e ott, vagy ez a természet tévedése, sokáig azt gondolták, hogy ezek felesleges génállományok, úgyis hívták őket, hogy junk, tehát szemét DNS. Aztán most nemrég rájöttünk, hogy minél fejlettebb egy szervezet, annál több ez a nem kódoló, ez a szemét DNS-e, tehát ennek valami funkciója kell, hogy legyen. A fura az, hogy például a csimpánz és az ember között a genetikai állomány 99,8%-ban azonos. 0,2% az, amiben a csimpánz és az ember különbözik. Ugye ez néha nem meglepő, tehát bizonyos amerikai kép, bizonyos hasonlóságokat találunk, de hát nézzétek meg ezt a képet. Hogy e között a két személy között, hogy így mondjam, csak 0,2%-ban különbözzön a DNS állomány, azért az abszolút meglepő. Hogy lehet, hogy mégis ennyire különbözőek vagyunk? Ez a két madár, a csilcsak füzike és a fitis füzike génállománya sokkal nagyobb különbséget mutat, mint a csimpánzé és az emberé. Ugye a szemmel alig látható a különbség, inkább csak madár biológusok tudják őket megkülönböztetni. Az embernél ez mégis hát nyilvánvaló, tehát itt a géneken kívül szükség van valami olyan anyagra, vagy valami olyan mechanizmusra, ami a különbségünket biztosítja. És az az érdekes, hogyha megnézzük a természeti népeket, közöttük ezek a bizonyos civilizációs betegségek, mint elhízás, cukorbetegség, ezek egyáltalán nincsenek, vagy nagyon-nagyon ritkák. Azonban, hogyha ezek a népek bekerülnek a nagyvárosokba, hirtelen hízásnak indulnak, tehát ha ugyanazt a táplálékot eszik, mint az amerikai átlag népesség, tehát McDonald's, stb., akkor nem csak ők híznak el, hanem a gyerekeik is kövérek lesznek. Az egyik felelős, ez amit itt láttok, ez a vad búza. A búzának a sok ezer évvel ezelőtti vad változata, ugyanis az történt, és ezt egy nagyon érdekes könyvben látni, elmagyarázva, hogy amikor a majom lemászott a fáról, ugye, és elindult, ahogy szétterjedt Afrikából az ősember, először talált egy olyan vidéket, és ezt úgy hívják ezt a vidéket, hogy a termékeny félholdra vezette, ez a mai Mezopotámia, Tigris-Eufrátesz vidéke, ahol ez a vad búza hatalmas mennyiségben termett, és itt letelepedett. És ez volt egy nagy hiba. Hiba is, meg elő is, mert tulajdonképpen nélkülük talán nem léteznénk, de ekkor lehetőséggel adott ez a búza arra, hogy hatalmas tömegeket jól lehessen lakatni. És ne kelljen állandóan a kaja után válszorogni, gyűjtögetni, hanem itt letelepedtek és elkezdtek állatokat termelni. Tehenet, lehet, hogy először birkát, kecskét, nem tudom, és ezt a búzát kezdték el enni. Azt azonban nem tudták, hogy ennek a búzának van egy olyan anyaga, a glutén, ami az emberi fogyasztásra lényegében nem alkalmas. De lényegében 1-2 ezer év alatt átállítódott az emberi étkezés erre a gabona alapú táplálkozásra és az idegen tej fogyasztására. Azonban, ha meggondoljátok, ez a néhány ezer év, bár sok időnek tűnik, evolúciós mértékkel, tehát a természetes szelekció mértékével mérve ez egy pillanat. Tehát a génkészletünk nem tudott ez alatt a néhány ezer év alatt úgy megváltozni, hogy ezeket emésztetővé tudjuk tenni, és sajnos ez az oka annak, hogy manapság
hát a rengeteg civilizációs betegség előfordul. Nem megyek bele a részletekbe, ezek a pima indiánok, akik természetes körülmények között Mexikóban vékonyak, akik áttelepülnek Kaliforniába, azok szinte kivétel nélkül egy-két generáció alatt teljesen elhíznak. Tehát, hogy kiből lesz tan és kiből lesz fan, ezt nem csak a génjeink mondják meg, hanem a környezetünkben is vannak olyan faktorok, amik felelősek azért, hogy utódjaink és magunk is, de elsősorban utódjaink milyen színvonalú életet élnek. Ezt úgy lehetne elképzelni, hogy a génkészletünk az tulajdonképpen egy hangszer, a génállományunkban minden egyes billentyű ott van, de az, hogy ezen a billentyű most éppen egy vad jazz, vagy egy Mozart szimfónia szólal meg, az nagyjából attól függ, hogy milyen billentyűket, milyen sorrendben játszunk le. És a génjeink is, vannak alvó és ébren levő génjeink, és hogy ezek milyen arányban íródnak át, vagy nem íródnak át, az nagyrészt a környezetünk határozza meg. Ez a két egér, ez genetikailag teljesen azonos, ugyanaz a génállománya, csak abban különbözik, hogy a kövér egér édesanyját más táplálékkal táplálták, mint a normális egérét. Tehát az édesanyja táplálkozása nagy szerepet játszik a gyermek táplálásában is. Ugye az az édesanyja, aki dohányzik, tudjuk, hogy a dohányzás mennyire káros, az nem csak a saját gyermekére, hanem a gyermekének az ivarsejtjei hatása alapján még a következő generációra is hát negatív hatással van. Jó, én azt hiszem nem megyek bele a részletekbe, nagyjából ki is futottam ebből az időből, hogy mennyire fontos ez a korai táplálás. Azok az aranyszabályok, hogy az édesanyja táplálása kihat tehát a gyermeke egész életére és egészségére. Az első 6 hónapban nincs másra szükség, csak anyatejre. A kis gyermek tápanyagigére igénye eltér a felnőttétől. D-vitamin pótlás fontos, és hogy sót és cukrot lehetőleg ne használjunk gyermekkorban. Ez ugye a Time magazinnak volt egy címlapja, azért hoztam ide, hogy azt írja, hogy a DNS-ed az nem a végzeted. Tehát ezt azért szeretném egy ilyen pozitív végkicsengésnek mindenkinek üzenni, hogy igenis a környezetünk befolyásolása által magunk is felelősek vagyunk, nem csak a környezetünk, hanem a gyermekünk DNS-e is, a gyermekünk fejlődésének a befolyásolására. Tehát ezt mindenki úgy vegye, hogy igenis képes vagyok dönteni, képes vagyok olyan döntéseket hozni, amivel a világot, a környezetemet, a gyermekemet egészségesebbé, jobbá tehetem, és ez nem csak a génjeimbe leírt egyértelmű üzenet. Úgyhogy ennyit mondanék így, és ha van kérdés, akkor beszélgessünk. Jó? Nem tudom a védőnő, mit szól mindezekhez. Szépen, azt, hogy túl sok genetika nem volt az előadásban, ezt külön köszönöm, azért keveset sikerült belecsempészni a doktor úrnak. Valami kérdésetek esetleg az itt elhangzottakhoz van-e? Az, hogy mi, tehát az édesanyák hogyan táplálkozzanak, ezt most hallottuk, hogy milyen igen nagy jelentősége van. Mi vártunk ide várandósokat is, és most igazán ez nekik lett volna nagyon-nagyon érdekes meghallgatni, hogy már várandóskorban is miért mondjuk azt, hogy egészségesen, hogy naponta 5-ször táplálkozzanak, hogy friss zöldséget, gyümölcsöt minden nap fogyasszanak. Tehát az egészséges táplálkozásnak ezért van igen nagy jelentősége, mert ahogy hallottuk, még az unokára is hatással van az egészséges táplálkozás. Itt van egy érdekes díja, ezt nem mutattam, mert terhességről nem akartam beszélni, de most a Német Gyermekgyógyászati Társaság egy ajánlást adott ki, hogy terhesség alatt mennyivel kell másképpen táplálkozni egy terhes nőnek, mint egyébként. És ugye itt jó részt nem nagyon kell, amiben többet energiában minimálisan kell többet fogyasztania, fehérjében egy picit többet, de egyébként vitaminokban, ásványi anyagokban, ugye vasban kell kétszeresét,
és B6, B12 vitamin és folsav. Ezek ugye, amik a terhességi vitaminok általában tartalmazzák. Az összes többi tápanyagban, tehát zsírban, cukorban nem kell kettő helyet táplálkozzanak, ez egy nagyon fontos észrevétel, tehát én szerintem ez a terhe, vagy a szoptatásra is igaz, hogyha egy egészséges, kiegyensúlyozott táplálást folytattok, akkor az a biztos, hogy a gyermek számára is egészségesen táplálkoztok. Köszönöm szépen! Valamit szeretnétek-e még akár hozzátenni a saját tapasztalatotokból ehhez? Valami kérdésetek van-e? A sok adalékanyag, amit ugye mi elfogyasztunk, ha nem megpróbál ugye minél inkább most már legalábbis én ezeket kizárni az étrendünkből, de hát ugye szoktatok, hogy ez mennyire megy át a... Ezt nem tudjuk, hogy erre nincs még. Sajnos erre nincsenek kifejezett adatok. Valószínűleg én azt gondolom, hogy valamilyen szinten átmennek. Tehát ezt nem tudjuk megvédeni őket. Ugye általában az van, hogy minél egyszerűbb egy anyag, molekulárisan tekintve, minél kisebb, annál könnyebben átmegy. Tehát mondjuk egy vas, ugye vas molekula, az könnyebben átmegy, mint ugye egy nagy fehérje. Tehát ezek az adalék anyagok, amennyiben ilyen nagy molekulájú cuccok, azok általában lebontódnak. De az egyszerű kis molekulájú, nagy mennyiségű, mint tudom én, szelén, vagy cink, vagy valami ilyesmi, az biztos, hogy abból több átmegy. Ezekről kifejezett kutatást vagy adatot így számszerűen nem. Minden esetre én nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy nagyon értékes hozzászólás volt. Én úgy gondolom, hogy amennyire lehet, próbáljunk meg óvakodni az adalékanyagoktól a táplálkozásunk során, várandóság és szoptatás idejét különösen, de egyébként is, ha lehet, akkor próbáljunk meg természetesebben, minél természetesebben táplálkozni. Valami más kérdésetek, kiegészíteni valótok doktor úr elhangzott előadásával kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor én nagyon szépen megköszönöm doktor úrnak ezt az értékes előadást. Köszönöm a figyelmet. És én folytatnám régi könyvekből való szemezgetéssel. Mindjárt idehozom a könyveimet, és még 1879-ből is van arra adat, hogy mit is írtak az anyateljes táplálásról. Rövid kis szemelvényeket fogok felolvasni, ezt én nem tanultam meg, tehát felolvasom ezeket. Úgyhogy hasonlítsuk össze, hogy mit mondtak akkor a régiek. Nézzük, hogy 1879-ben a Házi Nevelés című írásban mit ajánlottak. A csecsemő éhesen születik, és mintegy a természettől van utalva a két forrásra, amelyet az isteni gondviselés az anya emlőiben megnyitott, és melyekből életük ital csergedez számára. És valóban, mintha szülése előtt e részben titkos utasítást nyert volna, azonnal az anyai emlőre veti magát, ajkai rájog alkalmazza, és izmainak folytonos kitágítása és összevonása által a táptejnek fölszökelését és a folyadéknak emésztő műszerébe szívását eszközli. Tehát nagyon szépen leírták, kicsit nehézkesen, de hogy mi is a szoptatás. És egy nagyon kedves és nagyon patetikus részt még hadd olvassak föl ebből a korból. Igen, az anya tejével kezdődik a nevelés. E drága életnek erősíti a viszonyt, melyet a természet a szülő és gyermeke között szentté alkotott. Ott hallgatózik a csecsemő az anya szívénél, és megérti annak dobbanásait. E tejtől, melyet az anya lelkéből szív, szelleme épp úgy gyarapodik, mint a testecskéje. Egy kenyéren maradnak, ha egymástól testileg el is válnak, mert szükséges, hogy az ember első táplálékát közvetlenül élőből nyerje. Ez egy gyönyörű mondás, 1879-ből. Hát egy egészen rövid enciklopédikus dolgot olvasnék föl az 1900-as évek elejéről, a Szexuális Élet Enciklopédiája című műből, amely azt írja, hogy tejláz egyáltalán nincsen,
mivel hogy szenteljünk néhány szót az úgynevezett tejláznak, amelyhez annyi babona fűződik, és amelynek fellépése a bába gondatlanságára val. És még egy egészen rövid rész, mikor az anya nem a maga szoptatja újszülöttjét, a tisztulás 8-10 hétig is eltart a szülés után, ami a nemi szervek lassú visszafejlődését jelenti. Az 1900-as évek elejéről volt ez a mondás. A magyar orvosnő tanácsai 1934-ből. Természetes táplálás. A legalkalmasabb csecsemő tápszer az anyatej. Minden anyának az a legszentebb kötelessége, hogy maga táplálja a gyermekét, ha csak ettől az orvos el nem tiltja. Úgy szólva minden anyának van elegendő teje, hogy legalább 3 hónapig szoktasson. Rossz anyatej nincsen. Sokszor halljuk, hogy az anyatej igen erős, vagy gyenge, ritka, stb. Még ha így is volna, akkor is ez a legjobb a csecsemőnek és az anya egészségének semmiképpen sem. 1934-ben mondtak ilyen bölcsességeket a magyar orvosnők, és akkor 1960-ból az Amíg az ember megszületik című könyvből, hát az előbb azt hallottuk, vagy azt olvastam az enciklopédiában, hogy elhúzódhat a visszafejlődés, és akkor most egy picit más megközelítésből a szoptatás reflexes idegi úton mély összehúzódásokat okoz. Már ezután is kívánatos tehát, hogy az anya maga táplálja a gyermekét. Ha viszont valaki túl hosszú ideig, 9-12 hónapig vagy még tovább szoptat, néha esetleg annyira visszafejlődhet, hogy havivérzése hónapokig, sőt évekig elmaradhat, mondták ezt 1960-ban. Az anyateljes táplálás beindulásáról 60-ban a következőt jelentek meg. A gyermekágyas anyák legfőbb problémája újszülött gyermekük táplálása. Aggódva figyelik tejelválasztásuk megindulását, és ha ezt az első 24 órában nem tartják kielégítőnek, mindjárt hajlanak az elkeseredésre. Pedig a tejképződés rendszerint csak a 3. hónapban kezdődik a mirigyek fokozatos megfelődésével, vagy még inkább az emlők hirtelen duzzadásával, az úgynevezett tejbelöveléssel. Ilyenkor a kényelmetlen, feszítő érzésen kívül enyhe hőemelkedés is jelentkezhet, de a sokat emlegetett tejláz valóban nem létezik. 1960-ban is ezt mondták, hogy nem létezik. És akkor általánosságban a szoptatásról nagyon érdekes dolgokat találtam még itt is. Miért kell kitenni fiatal nőket kozmetikai vagy egészségi ártalmak kockázatának, vagy akár csak a legcsekélyebb testi megerőltetésnek, amikor erre semmi szükség nincs? Kérdezték a szoptatás ellenes tábor hívei. A kérdést elhatározás, ezt pedig tett követte. És a tejelválasztás megindulását a szülés után nyújtott készítményekkel intézményesen megakadályozták. Ez a divatos áramlat, amelynek másút nem akadtak követői, Amerikában sem volt hosszú életű. Az utóbbi időben ott is egyre többen foglaltak ellene állást. Belátták, hogy az anya és gyermeke közti kapcsolat kifejlődésében a szoptatás szerepét nem helyes elhanyagolni. De ennél is fontosabb az a körülmény, hogy az anyatej a csecsemő ellátásában semmilyen tápszerrel sem pótolható. Elakasztása tehát csak is súlyos betegség miatt jöhet szóba. Hát ezeket találtam én a régmúltból, ami tulajdonképpen nyelvezetében eltér a ma mondottaktól, vagy a doktor úr által elmondottaktól, de tartalmában én úgy érzem, hogy igen, nagyon nem. Apró pici változások lehetnek, de a lényeg az, hogy a legjobb, a legfontosabb, a legbiztonságosabb, a legegészségesebb, testileg, lelkileg, szellemileg, anyának és babának az anyatej. Én most azt szeretném, hogyha egy anyuka, akivel én ezt megbeszéltem korábban,
egy picit mesélne arról, hogy ő hogy érte meg a szoptatást, nem első, nem is második, hanem harmadik gyerekével is akár, és röviden megkérem Tótnét Urci Annát, hogy beszélj nekünk arról, hogy volt-e valami nehézséged, volt-e valami, ami esetleg gondot okozott. Igen, köszönöm szépen. Én azt tudom elmondani magamról, azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok. Ezt sajnos is kell, hogy mondjam, hogy szerencsés, mert azt mondják, hogy a szoptatás fejben dől el, ez igaz, akarok-e szoptatni vagy sem. De annyi apró tényező van még afele, hogy olyan sikeres lesz a szoptatás, ami befolyásolhat, ami viszont nagyon sokat számít az, hogy a szakemberek hogyan segítenek. Itt voltam nagyon szerencsés, mert olyan kórházba kerültem, ahol már nem adnak cukros vizet, nem adnak tápszert a pici babának, mikor megszületik, hiszen anyuka teje még el sem ínyújt, akkor hogy fogják nekem elindítani, ha ők megetetik helyettem, és ott már szerencsésen ilyen szemlélet van. Úgyhogy itt gondolom azt, hogy ebben szerencsés voltam, és így mind a három gyerekkel úgy gondolom, hogy sikerült szoptatásom. Most lassan a fél éven vagyok túl már vele, és úgyhogy kezdjük a hozzátáplálást. Ilyen sikeres szoptatási szívén vagyok túl, és így nekem ez egy nagyon pozitív élmény volt. Ami egy nagyon fontos momentum volt nekem a kezdeti résznél, amikor az első borokában a kórházban még beindult, most már tudom utólag, hogy az volt az, amikor belövelte te, és mindkét mellem tényleg sárga gínye méretűen nőtt, akkor én megijedtem, mert kemény volt, és nagyon fáj. Élesen szúrt minden, nagyon-nagyon fett, és megjelentem éjjel kettőkor a csecsemősöknél sírva, hogy de azt hittem, hogy itt a vége, hogy én erre alkalmatlan vagyok, nem tudok szoptatni. Annyit mondott a csecsemős hölgy, hogy de hát erre vártunk. És nekem ez akkor egy akkora pozitív mondat volt, egy akkora pozitív ötlet, hogy tudom, hogy igen, tud fájni, tud érzékeny lenni, de ezen át kell rendülni, és ez majd normalizálódik, és jó lesz. És ez az egy pici mondat is meghatározta azt, hogy igen, sikerült szoktatom, és ennek nagyon örülök, sőt, még sikerült más babának is tejet adni, ami meg még pluszban egy kicsit az embernek az önbizalmát növelte ebben a témában. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez így alakult. És biztatok mindenkit arra, aki még nem csinálta, hogyha picit is fáj, az nem baj, olyan van, és megedződnek, és jó lesz. Röviden, nekem ennyi jutott eszembe, esetleg, ha van kérdés, szívesen válaszolom. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Ez egy nagyon nagyszerű élmény volt, hogy én foghattam a kicsit. Mindannyian olyanok vagytok itt, akik már kipróbáltátok, és az első nehézségen túl vagytok. De amikor ezt nekem Anna elmesélte, akkor ez számomra is egy nagyon fontos tanúság volt, hogy igen, szóval ne csak a szépről beszéljünk, mert valóban ez szép és nagyon fontos, de hogy azért vannak kezdetben nehézségek is, és hogyha ezt nem tudják a kismamák, akkor ott bizony föl lehet adni a küzdelmet. Van-e esetleg más valakinek valami saját élménye, amit szívesen megosztanátok velünk, amit elmesélnétek bármi a szoptatás kapcsán? Akkor nagyon szépen köszönöm Annának ezt a kis saját élmény. És akkor hát igazából miért is jöttünk ide, hogy köszöntsünk benneteket. Megkérem kolléganőmet Mátikát, hogy legyen a segítségemre, és akkor egy picurka ajándékkal szeretnénk nektek kedveskedni, meg majd egy szálvirággal, amit én úgy gondolnék, hogy amikor elmentek, akkor vegyetek el, vagy akkor fogjuk azt odaadni nektek. És polgármester asszony azt mondta, hogy megköszönjük azt, hogy szoptattatok. Én azt mondom, hogy örülünk annak, hogy az egészséget választottátok, és úgy gondoljátok ti is, és ezért köszöntünk benneteket. Akkor Bakos Noel anyukáját kérném szépen. Sok szeretettel gratulálok. Jó, és akkor...
virágot majd innen. Jó, innen lesz elvenni, szép rózsát. Jó. Strobl Ferenc Dánid anyukáját kérem szépen, gyere Judit. És nekem. Igen. Aki szintén nagyon lelkesen, és hosszú ideig anyateljjel eteted még mindig ezt a gyönyörűséget. Egy mellből a többségben, igaz? Gratulálok. Gratulálok. És akkor virágot. Gratulálok. Neked is. Igen. Tóth Anna anyukáját. Így, és akkor onnan az egyik, a igen, ezért a zacskót, ezért, mert hogy ezt így elvállaltad, hogy a műsorunkban is benne voltál, és akkor, és még ezt is. A gyönyörű rózsát majd ki lehet választani. Lakatos Boróka anyukáját is kérném szépen. Ezt akkor kiválasztjuk, az acskor nem a Boróka neve van. Gratulálunk, és akkor virágot ne felejts majd el, Margitka. Balázs Boróka anyukáját kérjük szépen. Keresem. Balázs Boróka. Simán. Gratulálok. És akkor... Köszönöm. És további sokáig tartó szoktatást kívánunk, igaz? Igen. És akkor Katona Edina anyukáját kérnék szépen. Hát gratulálok. Köszönjük. Tessék, nézzük azt egy szép nyuszi. Köszönjük. És Bóka Elizabeth anyukáját kérném szépen, hogyha megengedsz egy olyan, hogy mi történt a legutóbb a tanácsadáson, ezt elmondhatom? Oltásra jött az Elizabeth, Márti néni, te sem voltál ott legutóbb a szabadságod miatt, és anyukája azt kérte, hogy amíg megkapja a szuriát, addig... hadd szoktassa őt meg. És teljesen nyugalomban, csendben történt az oltás beadása, úgyhogy ehhez külön gratulálok. Köszönjük. Ez gyönyörű, szép volt. Köszönjük a lehetőséget. További szoktatást. Én is elmesélném akkor az újlengyeli történetemet, mert én újlengyelben vagyok védőnő, itt helyettesítek a kettes körzetben, hogy a régi tanácsadóban nálunk 4 ajtón keresztül kellett átmenni, hogy az utcára kerüljenek szuri után a kicsi gyerekek az anyukával. A távszeres babákat 4 ajtó után még az utcán hallottam, hogy sírnak. Ugyanazt a szurit kapták, az anyateljes baba megkapta a szurit, 2 hüppögött, mert az anyuka ott volt, és egy olyan kapcsolat van közöttük, hogy soha nem hallottam már, mikor a tanácsadó helységéből kimentek a sírás. Tehát, hogy micsoda kötődés és kapcsolat van a szoptatott baba és az anya között, és ellentétben a társzeres babáka, hogy 4 ajtón az utcán hallottam még szegényt, hogy sír, és ugyanazt a szülét kapta. Eljöttetek, hogy megtiszteltetek bennünket ezen a mi kis ünnepségünkön, és akkor játszunk tovább, babaklubozzunk tovább, érezzük jól magunkat tovább. Szeretettel meghívunk benneteket a cégek által felajánlott kis vendégfogadó helyünkre, és akkor itt gyorsan elmondanám, hogy a Szlupa étteremtől süteményt kaptunk, Ábel Gyulánétól gyümölcsök és ásványvizet kaptunk, a Gyógyszerész úrtól a nálatok lévő ajándékcsomagok tartalmát kaptuk, és a puskámat előveszem, hogy ne felejtsek ki senki. Igen, az Ibolya játékboltól a lufikat kaptuk, természetesen hát a Hernád nagyközség
önkormányzata biztosította számunkra a helyet és a lehetőséget, mint minden évben. Az Örkényi Takarék Szövetkezettől parterliket kaptunk, szintén megtaláljátok majd a csomagban, és akkor ők voltak a felajánlóink. Köszönjük nekik is, hogy ezt az ünnepséget lehetővé tették számunkra, és akkor is köszönjük Liga Mihálynak, hogy segített nekünk most is, mint sokszor a babaklubok folyamán, és akkor egyetek, igyatok, érezzétek jól magatok.